Szeretettel köszöntöm Önöket a Sipos László kolozsvári születésű, de Felvincen élő és alkotó festőművész, grafikus kolozsvári kiállítás megnyitóján, amely az érvényben lévő járványügyi szabályozások miatt csak ilyen online formában valósulhatott meg. Ez a kiállítás a kolozsvári Bánfi palotában, illetve a Kolozsvári Művészeti Múzeumban kap helyet, és november 15-éig várjuk a látogatókat. Én tulajdonképpen, hogy megmondjam őszintén, hogy nem csak megszoktam Vincet, hanem meg is szerettem. Én úgy érzem, hogy megfelelő műtermem van, tudok dolgozni, aki akar, megkeres. Sokan kérdezik, hogy nem hiányzik Kolozsvár, de igen, hiányzik Kolozsvár. Kimondottan hiányzik Kolozsvár, de Kolozsvár se az, ami volt diákkoromban, vagy iskoláskoromban, vagy nem tudom, gyerekkoromban. Úgyhogy azt a Kolozsvárt már nem kapja az ember. Az, amit én csinálok, és amit mindenképpen el szeretnék mondani a munkáimról, hogy én a mai divatokkal, vagy a divatos áramlatokkal, én úgy érzem, hogy kicsit szemben megyek. Ma már az internet korában tudjuk, hogy mi a divat Párizsban, mi a divat New Yorkban, mi Berlinben, csak nem vagyok biztos benne, hogy ezeket nekünk, akár Kolozsváron, Bukarestben, vagy Sepsiszentgyörgyben, ezután kellene igazodni. És ha ezután igazodnánk, akkor nem lenne se Csontvárink, se Gulácsink, se Derkovics, és így tovább mondanék még. Én úgy érzem, hogy ebben a pillanatban most is itt van mellettem Velázquez, de Botticelli, Schiele, és még sokan mások, és bírálják a munkáimat, vagy van, amikor mondjuk elnézőben bólogatnak. Különböző harmóniákat próbálgat az ember, tehát ugyanazon a mondjuk formavilágban, de más háttérrel, más súllyal és más színekkel. Ahogy mondta annak idején Szilágyi Domokos, hogy én játszom ugyan, de vegyetek komolyan. Tehát ahogy az írástudóknak megvan a felelősségük, meg vagyok győződve, hogy a művésznek is megvan a felelőssége. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy se önmagát ne csapja be, se a nézőjét. Tanítsa meg látni, és ha tud, akkor erről a világról mondjon véleményt, amiben élünk. Talán azért is ülök én, és érzem jól magam Vincen, mert ki tudtam alakítani magamnak azt a sarkot, ahol én jól érzem magam, lehet, hogy még befolyásolni is tudom azokat, akik őszintén nézik a munkáimat, hiszen azért a képzőművészet egyfajta nem csak értékítélet, hanem gondolkodás ítélet és gondolkodásra késztető is kellene legyen. Az igazgató úr Lucsán Nasztász a Kovács nevében is köszöntjük a hallgatókat, illetve Szebeni Zsuzsa kurátorral arra gondoltunk, hogy egy ilyen virtuális tárlatvezetéssel mutatjuk be a kiállítást, amelyre a továbbiakban fog sor kerülni. Egy megfordult világban vagyunk, Sipos László világát láthatjuk egy járványügyileg kicsit korlátozott megnyitó keretében, de annál nagyobb örömmel köszöntjük mindazokat, akik megnézhetik ezt a filmet, hiszen egy olyan alkotóról van szó, aki meghatározó az erdélyi művészetben. Szerettünk volna egy különleges válogatást, egy olyan válogatást, amely egyrészt azokat a műveket tartalmazza, amelyek kevéssé ismertek, ugyanakkor nagyon fontosak számára. Azokat a műveket, amelyek visszatérnek akár egy 20-30-40 éves időtávlatból. Ezek közül a címadó munka is egy nagyon korai alkotás,
amelyben a megfordult világot láthatjuk Sipos László ecsetén keresztül. Ugyanakkor ebben az első teremben azok a művek láthatóak, amelyek a világának az alapjait képezik. Természetesen elmaradhatatlan része ennek a világnak a múzsa. Elsősorban a feleségének az arcmásait láthatjuk, amelyek közül kiemelkedik az egyik legkülönlegesebb, a barokk portré, amely szürreális világát és mindazokat a finom elemeket tartalmazza, amelyek festészetének jellemzői. Ugyanakkor, hogyha a másik oldalra nézünk, akkor a hitét, a hitének a legbelsőbb elemeit láthatjuk, nagyon-nagyon érdekes egyveleget, hiszen egyszerre van jelen a népművészet, a katolicizmus és ugyanakkor a sámánizmus világa. Hogyha megnézzük azokat a képeket, amelyek a király, a királynő, a Mária és a sámán dob, akkor egy érdekes átvezetést látunk, amelyet a textilművészből festőművész világa fele vezet minket, hiszen hogyha ezeket a képeket közelebbről megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ezeknek térbeli kiterjedésük is van, hiszen kollázsokkal összeállított térben is kidomborodó alkotásokról van szó, ahol a népművészet és a hitvilágnak az elemei nagyon érdekes ötvözetként keverednek. Sipos László számára nagyon-nagyon fontos a zene. Aki járt a műtermében, az tudja, hogy szinte folyamatosan klasszikus zenét hallgat. De nem csak a zene, hanem a hangszerek formája egy régi hangszergyűjteménnyel rendelkezik, és ezek a motivumok festményeinek tömegén megjelenik. Különösen érdekes ez a korai műveinek egyikén, amelyet első ízben állítunk ki, ez egy kárpit. A kárpiton egy női akt jelenik meg hangszerrel, és azt hiszük, hogy ez a további életművében egy folyamatot képez, és itt találjuk meg a kiinduló pontot. Ugyancsak ebben a teremben láthatók azok a képek, amelyek irodalmi alkotásokhoz, illetve irodalmi alkotókhoz kapcsolódik, hiszen itt láthatjuk Ady Endrének a korai arcképét, amely egy teljesen rendhagyó festmény, ugyanakkor számunkra egy újdonságot jelent az In Memoriam Tamási Áron festmény, amely másodízben van kiállítva a kiállításon. Ebben a teremben Sipos László világának kettősségét érzékelhetjük, hiszen az egyik oldalon Einstein, a mágus, a tudós, vissza újra és újra megjelenő szimbóluma jelenik meg, hiszen egy nagyon korai Einsteint láthatunk az 1965-ös évekből, és a következő Einstein, ami 2019-ben született. Az Einstein motivum szinte egész életművén végigvonult, és nagyon érdekes volt, hogy emellé még a bagoly motivuma is megjelenik. Ebben a teremben Einstein mellé a bohóc motivumát szerettük volna beállítani, hiszen ez egy egész világot hoz magával. Mindazok, akik ismerik a Sipos László életművét, tudják, hogy a Báb Színházban alkotott, és számos művén megjelenik a színház, a cirkusz és a Báb Színház motivuma, és ezt lehet leginkább a bohóc motivumán keresztül tetten érni. A kurátor társaimmal, Borbás Beátával és Rósu Krisztinával teljes mértékben egyetértettünk abban, hogy nagyon fontos Sipos László korai műveit, az indulását bemutatni, hiszen már akkor egy szinte kiforrott világgal, egy nagy tehetséggel rendelkezett, és ezeket a műveket soha korábban a kolozsvári meg más városok közönsége sem ismerhette meg. Így állt össze az a sorozat, amelyben fiatalkori önarcképe, a fiatalkori férfi portréi, illetve
illetve megjelenik annak a vak férfinek a képe, amely szintén a kiforrott Sipos Lászlót érzékelteti, és amelynek motivumai később megjelennek, például felesége a barokk portréján is. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ugyanazt a szemtükröt láthatjuk a körmökén is, hiszen tudjuk, hogy a vakembereknek mennyire fontos az érzékelés, és ezt képes volt már abban a korai időszakban tökéletesen megjeleníteni. A korai művei mellett számunkra nagyon fontosak azok a színezett grafikák, amely művészetének egy másik óriási szeletét mutatják be. Egyrészt a Ló állarccal című alkotásán utolérhetjük mindazt a szabadságszeretetet, mindazt az elnyomás elleni küzdelmet, amelyet élete egész során tükrözött. Ugyanakkor a bagoly képén megláthatjuk a tudás, a tudás szom iránti elkötelezettséget. Ez a terem a kiállításnak a legkevésbé klasszikus terme. Nagyon-nagyon szerettem volna, hogy azt a műterem hangulatot, amely Felvincen fogadja mindazokat, akik Sipos Lászlót meglátogatják, egy picit visszaadjuk. Ugyanakkor ezeket a kollázsokat, amelyek a korai korszakában születtek, kicsit visszaadják ezeknek a tárgyaknak a varázsát, és szerettük volna olyan vázlatokat is felvonultatni, amelyek egy picit az alkotás folyamatába bevezetik az embereket. Tehát ezért ne lepődjön meg senki, hogy nem csak keretezett, végleges formában levő anyagokat láthatnak, hanem olyan vázlatokat, amelyek folyamatosan gondolkodásra késztetik az alkotót. Ezek a folyamatok nyomon követhetők a műtermében is, ezáltal, hogy itt kiállítottunk néhány darabot közülük, most már itt is láthatóak. Szerettem volna a grafikai világáról is egy szélesebb merítést, viszont nyilván erre már nem volt tér, úgyhogy engedjék meg, hogy erről a világról egy mondatot felolvashassak. Ebből a világból nincs hazatállás, sem pihenés, egyetlen század másodpercre szóló varázs van. Kényes egyensúly, a hal, a pohármadár, a biztosító tűdarázs, az idő és a gyufa sercenésekor. Ezeket a pillanatokat rögzíti ceruzás, örök, kristálymetszésű kalitkába, geometriai pontosságú jégbe Sipos László grafikája.